Földharc és légi háború Dunakeszin. Két éve megy a húzavona a repteret működtető repülőklubok és a polgármester az önkormányzat között a birtoklásról, a jelenről és a jövőről. Július óta zárva a reptér, most pedig kiderült, hogy az önkormányzat 4,5 milliárdért, főként uniós támogatással sportcentrumot tervezett a területre ám szakmai partnere, a Szijjártó Péter államtitkárféle Dunakeszi futszálklub Club végül is elállt a beruházástól. Így kérdés, mikor lehet újra repülni ott, ahol a szerződések szerint egyébként 2019-ig biztosan lehetne. Az ügyben a kialkolbólított Opic Nándor repülőklub vezetője Vámosi Miklós jött el most hozzánk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miklós, kezdjük ott, hogy mi most a helyzet Dunakeszin. Ugye a nyár elején elrendelte a polgármester mindenféle szabálytalanságokra hivatkozva ezt a repülési tilalmat. Azóta a, mi van a repülőtéren? Repülés nincsen. Önök ott vannak-e, parlagon hever, mi a helyzet? Repülés valóban nincsen. Dunakeszi repülőteret azóta birtokba vették a futók, a kutyasétáltatók, kitesurfösök, mindenféle egyéb sportok. Hát akkor sárkányreptetés van legfeljebb. Sárkányt lehet reptetni, így igaz. Sajnos repülősportokat nem lehet űzni. A repülősportok egy üzésének egyik feltétele, hogy a repülőtérnek legyen egy üzemben tartója. Ez az üzemben tartó évtizedek óta a mi társklubunk, a Malév Repülőklub, akinek az üzemben tartási szerződését nem hosszabbította meg a, az önkormányzat, szabálytalan repülésekre hivatkozva. Itt, hogyha megengedi, megállnék egy pillanatra, hogy mik ezek a szabálytalan repülések. Az önkormányzat kicsivel több mint két évvel ezelőtt hozott két rendeletet, amelyben szabályozta, hogy milyen szerződéses feltételek mentén lehet a repülőteret használni. Ugyanekkor kikötötte, hogy csak meglévő szerződés esetén engedélyezhetők a felszállások, ebben az esetben szabályosak. Talán emlékszik, szerkesztő úr, hogy pont itt ennek a műsornak kapcsán adta át a, a polgármester úr az akkori klubvezetőnknek azt a levelet, amelyben közölte, hogy nem ismeri el a 2003 óta meglévő Használati szerződésünket érvényesnek. Viszont, ha mégis érvényes lenne, akkor azt felmondja, bármilyen furán is hangzik, ezt azóta se tudjuk teljesen értelmezni. Ennek sajnos az lett a következménye, hogy hogy jogi útra terelődött a kérdés. Időközben első fokon lezárult a, a per, a bírósága az Opiszlandó repülőklub álláspontját fogadta el, és ítéletében a szerződést érvényesnek. Titulálta. Tehát, hogy ott birtokon belül vannak, használhatják az érvényes, érvényes jogszabályok és szerződések szerint a repülőteret Így még igaz. évig bizonyosan. Így igaz, a, használ, az önkormányzat ezt természetesen vitatta, másodfokra került az ügy, várjuk a folytatást. Viszont bár minden fórum időközben ezek miatt a szabálytalannak titulált repülések miatt följelentettek minket rendőrségnél, a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál. Minden fórum a Lopiclándor repülőklubnak adott igazat. Ennek ellenére az önkormányzat továbbra is kitart az álláspontja mellett, hogy ezek a repülések szabálytalanok. Bocsásson meg, az önkormányzatnak a repülőtérrel kapcsolatban a konfliktus kirobbanása óta, vagy a kezdetben mondott dolgaiban volt-e valami igazsága? volt te olyan, amit el tudtak fogadni, hogy esetleg változtatni kell rajta, máshogy kellene együttműködni, valahogy jobban figyelembe venni az önkormányzat, mint tulajdonos feltételeit és elképzeléseit. Szóval van-e olyasmi, volt-e olyasmi, amiben lehetne megegyezés önök szerint? Természetesen kétféle együttműködésénél mindig értelmes és építő kompromisszumokat kell keresni. Magam is, pár nézők között valószínűleg sokan jártak külföldön is, repülőtereken, kis füves repülőtereken. Ezek jellemzően jól működnek. A klubok végzik a repülőtér fenntartását. Ez a legolcsóbb módja egyébként egy repülőtér üzemképes állapotban történő tartásának. És emellett a, az érdeklődők számára mindenféle attraktív lehetőségeket, a klubokon kívül önkormányzat vagy egyéb vállalkozók tudnak biztosítani, legyen az egy egyszerű büfé vagy étterem. Van olyan repülőtér, ami mellett repülőmúzeum van, van olyan, ami mellett szálloda van, van olyan, ami mellett ifjúsági táborokat tudnak szervezni. Van-e olyan, ami mellett is egy jó kis sportközpont van? Biztos van, olyat én nem láttam, de önmagában egy sportközpont léte nem ördögtől való gondolat annak az elhelyez... Kezdettől fogva azt mondták, hogy itt valami más célú hasznosítás lehet a háttérbe, erre gyanakodtak. Kezdettől fogva arra támaszkodtunk, amit polgármester úr két éve itt is mondott, hogy ő a repülőtéren csak a repülést tudja elképzelni, de az szabályos keretek között. Azóta eltelt időben kiderült, hogy a, a szavak és a, a, tervek, ugye hallottunk róla, hogy az UTE futball szakosztályának utánpótlás csapatai hát számára. Ilyen, a reptér másik részén, a déli részén tíz darab futballpályát szerettek volna kialakítani. Tehát az elhangzott szavak és a tervek, ezek nem állíthatók minden esetben párhuzamba, és hát ezt a diszonanciát fel kellene oldani a személyes beszélgetéseink során is, hogy Végeredményben mi az, amit szeretne az önkormányzat? Mit gondol, hogy most ettől a beruházástól, ettől a 4,5 milliárdos beruházástól aminek ugye megvoltak a tervei és a hatástervei, és a szakmai partner a Dunakeszi Futszál kluba a Szijjártó Péter államtitkár úr féle lett volna. Szóval ők bejelentették, hogy elállnak most ettől a tervtől, és hát ennek láthatóan nem örül az önkormányzat, legalábbis a, nem az önkormányzat, hanem a polgármester úr és a támogatói, hogy itt ezzel egy hatalmas lehetőséget és egy nagy fejlesztést tett tönkre hát a, a, az ellenzék. Miért állt el a Futszál csapat, mit gondol? Hát ezt nem tudom, ezt Leginkább csak ők tudják. Az biztos, hogy magáról a tervről, mint konkrétumról a múlt hét során szereztünk tudomást. Előtte semmit nem hallottak róla. Így konkrétan semmit nem hallottunk róla. Természetesen voltak mindenféle mondák, de hát ezeknek akkor ad az ember hitelt, amikor bármi konkrétummal találkozik. Tehát a múlt héten az egyik helyi ellenzéki párt kommunikálta, hogy létezik egy ilyen tanulmányterv. Mi is ebből ismertük meg konkrétan, hogy, hogy igazából mit szeretnének megjegyezném, hogy, hogy hetek óta igyekszünk az önkormányzattal tárgyalásokat folytatni, többször együtt ültünk. ez így nem merült föl, tehát ez nem volt ismert számunkra. Visszatérve a kérdésére, hogy miért állhatott el a, a, a magamnak is csak feltételezéseim vannak, a minap olvastam valahol, hogy a, a kormánynak nem lehet szándéka az egyik sportágat egy másik rovására fejleszteni. Ha ez így van, ezt nagyon tudjuk üdvözölni a saját érdekünk miatt is. Talán ezért nem tudom megmondani, ebben nem szeretnék tovább találni. Amely terveket látott az alapján ez a sportberuházás, ez a sportközpont, ez ellehetetlenítette volna a repülést és a repülőtere? Mert én azt látom, hogy a Polgármester úr azzal érvel, hogy itt a 93 hektárból az egy hektár lett volna, nincs is közel a, a kifutópályához, tehát ugye megfért volna ott ezen a területen. Igen. Hát az előkészítő, ami az említett előkészítő beszélgetéseink, tárgyalásaink során, az önkormányzatnak javasoltunk területet, ahol akár hasonló sportközpontot meg tudna valósítani a repülés zavarása nélkül, ezt egyeztettük a Dunakeszin rendkívül aktív környezetvédőkkel, a lakosságot képviselő különböző csoportokkal. Ebben egyetértés volt közöttünk, hogy melyik lenne az a területrész, ami egyáltalán nem zavarná se a mi, se az ott élő állatok, növények életét. Ehhez képest, mondom, a múlt héten találkoztunk a tervel, máshova képzelt el. Nem tudom, hogy érdemes-e azután tovább foglalkozni, hogy ellehetetlenítette volna-e a repülést, hogy megtudtuk, hogy most akkor ez a beruházás. Tehát akkor ezt, van ezt annulálták. Akkor az, nézzük azt, hogy igazából itt mindkét fél sokat hivatkozik a Dunakeszi lakosságra és a polgárokra. Igazából mit akar itt a többség? Van -e erről valami fajta kutatás van-e valami fajta megszondázása a, a, lakosságnak? Gondolok arra, hogy, hogy van-e zaj, szeretik-e a repülőteret, szeretnének egy sportkomplexumot, össze lehet-e a két tervet? Mit lehet erről állítani bizton? Sokat kérdezett szerkesztő úr, megpróbálok mindegyikre válaszolni. A lakossággal rendkívül jó a kapcsolatunk. Amikor Dunakeszin tudunk repülni, bármikor repülés üzem alatt is, sokszor látogatókat fogadunk. Ez ö, amellett, hogy egy felelősség és gond, hogy biztonságosan odajussanak a startokra, öröm is, hiszen megmutathatjuk a, az érdeklődőknek, szimpatizánsoknak azt a csodálatos sportot, amiben mindannyian bele vagyunk szeretve. Közvélemény kutatásokra sokan hivatkoznak, nekünk is csak másodkézből származó információink vannak. Volt egy, egy ö, városi konzultáció, ha jól emlékszem a nevére, amire a visszaérkező válaszok és a, a százalékos kiértékelés alapján azt lehet mondani, hogy úgy hallottuk, hogy körülbelül 2300-an voltak amellett, hogy a Dunakeszi repülőtéren valami egyéb sportcél is megvalósuljon. Most legutóbb egy népszavazási kezdeményezésre történt aláírásgyűjtés, természetesen csak a Dunakeszi lakosok körében, ahol a korábbi konzultációra választadók számánál nagyobb számban ö, nyilatkoztak arról az emberek, illetve írták alá a ö, népszavazási kezdeményezést, hogy ne történjen semmilyen építkezés a repülőtéren, ők a mezőt, a repülőteret zöld jelenlegi formájában szeretnék megőrizni. Ezek az információk állnak Tehát rendelkezésre. Ezt tudjuk jelen pillanatban. Bocsánat, hogy közbeállok, mert Le. lassan a végéhez arra viszont még kíváncsi volnék, hogy ennek a konfliktusnak mikor és mi lesz a megoldása, meg kell-e várni akkor a másodfokú bírósági döntést, mikor lehet legközelebb, leghamarabb repülni Dunakeszén, mit gondolnak? A konfliktusnak a megoldása egy közös kompromisszum keresés. Ez mindkét félnek az érdekében kell, hogy álljon. A kompromisszum, mindenki tudja, akkor jó, hogyha ez kölcsönös előnyön alapul. Ha valaki vesztesnek érzi benne magát, akkor az egy rövid távú megállapodást jelenthet csak. Pillanatnyilag egy ilyen kompromisszumnak a lehetőségét keressük. Legutóbb éppen tegnap küldtünk egy a tárgyalásainkat, reményeink szerint további levelet az önkormányzatnak. Mindenképpen azt reméljük, hogy a, a, az értelmezésünk bíróság szerint 2018-ig érvényes használati szerződésünk, új alapokon, az önkormányzat érdekeit is figyelembe vévő alapokon jelentősen eh, ki tud terjeszkedni, évtizedekre tudja meghatározni a repülőtér és az ott dolgozó repülőkluboknak a jövőjét. No, hát mi követni fogjuk ezt, hogy mire jutnak és lesz a -e kompromisszum, és akkor visszatérünk a témára. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm itt szépen az érdeklődésüket.